estét kívánok, kedves közönségünk! Sok szeretettel üdvözlöm Önöket ezen a mai estén, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hát többek közt azért is köszönöm szépen, mert hiszen Váci gyökereim azok közismertek, hiszen édesanyám Váci leányzó volt, a testvére itt ül közöttünk, Jámbor László, aki az én nagybátyám, és keresztapám. Úgyhogy tényleg vannak Váci kötődéseim, meg a környékre is, baráti és rokoni egyaránt, úgyhogy annál inkább örülök, hogy itt lehetek. No, hát honnan jött ez a különleges dolog? Ja, azért van ez a kis technikai készülés, mert vagyok olyan szerencsés, hogy ez most az az egész kis est felvételre kerül, úgyhogy azért vagyok bemikrofonozva, hogyha esetleg lezuhanna róla, mit tudtam ott egy mikrofon, akkor ne csodálkozzanak, vagy visszatesszük óvatosan. Nos, tehát egy picit talán meglepő a téma, meglepő a cím, biológia óra lesz-e, vagy mi a csoda, vagy hittanóra, nem egészen világos, hogy mire készülünk. De rögtön ki fog derülni. Majd mutogatok hozzá főleg szövegeket, néha képeket is. Az idézetek, ami idézőjelben van, az azt jelenti, hogy nagyon kedves gazdik, illetve hát biológusok, zoológusok, etológusok, sőt filozófus és teológus is van köztük, akik véleményt mondanak ezekről a gondolatokról, amiket megpróbálunk most itt röviden, belekóstolván átbeszélgetni ezen a mai estén. Akinek szemébe nézett a pörkölt, a psziché csodálatos történelme, unatkozik-e a kagyló? Olvassák végig, mindent nem fogok felolvasni, nyugodtan, miközben beszélek, olvassák a képen látható szövegeket is, mert nem mindent olvasok el. De az, hogy állatok szemében tükröződünk, nézésük majdnem az angyaloké, azt azért elolvasom, ez édesapám egyik verséből egy sor egyébként, és a fénykép, ez a zöld menedék kutya otthonnak a hát telephelyén, ahol mi berendeztük a saját alapítványokban a kis társadalmi otthonunkat, itt Vácz Mária udvaron, ott látható ez a fal és ez a felirat. Először is nagyon röviden nézzük meg, hogy hol kezdődött az állat és az ember kapcsolata. Persze, hát tudjuk. Állatistenek, vadászat. Aztán elkezdődött egy nagy korszak, amikor elkezdtük kiválogatni az állatokat, elkezdtük tenyészteni, házi állataink lettek. Utána eltelt egy olyan 3-4 ezer év, ezt most elegánsan átugorjuk, és folytatjuk úgy, hogy nagyjából a 20. század kellős közepe megjelennek a kedvtelésből tartott állatok. Volt olyan, hogy Egyiptomban ugye gepárdot tartottak kedvtelésből, Kínában palotakutyákat, sőt, azért már korábban és a 16. századtól kezdve megfigyelhettük, hogy ez a furcsa luxus hóbor, luxus divat, hogy hermelinek, meg mindenféle állatok voltak ugye a hercegnőnek a vállán, azért ez már akkor is felbukkant, de azért azt ugye mindenki érzi, hogy ez a kedvenc állattartás, ez azért nagyjából korunknak a vívmánya, leleménye. Most jó ez, nem jó ez, milyen okai vannak ennek, hogy jött létre, egy picit ezt fogjuk majd megbeszélgetni. Még egy vetülete van a történetnek, ugye ennek a történetnek mi is a szereplői vagyunk, itt hát a vége felé, vagy pedig még egyáltalán nem a vége felé, ez megint egy jó kérdés, de ezt nem ma este fogjuk megbeszélni, hát az élet története a Földön. Ugye ez nem megyünk most bele, mert akkor jövő héten is itt fogunk még ülni hazamenés nélkül, de vannak bizonyos biológiai tények, amiket ma már azért az emberek többsége elfogad. Én nem akarok most belemenni, meg véleményt mondani, de hogyha ezt a sajnos nem én találtam ki, de idézetet ide beillesztettem, hogy Isten zseniálisan teremtette meg az evolúciót, akkor nagyjából talán tetszenek érteni, hogy mire gondolok. Egy biztos. Valamiféle olyan folyamatnak a részei vagyunk, és azt láthatjuk, hogy az egyszerűtől a bonyolultabb felé haladunk. Valamilyen szerveződés zajlik, valamilyen folyamatnak a részei vagyunk, meg kell lássuk mi is. A fajok fejlődés története úgy is fölfogható, és ez most már egy érdekes megközelítés, hogy valójában az idegrendszer, az agy, az intelligencia történelme ez. Ugye? Mert ott vannak ezek a szervek, ott vannak, ugye, tudjuk mi az evolúció, volt egy sejtő, aztán lett földigiliszt, aztán lett majom, és így tovább. Változtak a szervrendszerei, az emésztőr szervrendszer, a mozgás szervrendszer. Ezt ugye evolúciónak mondjuk leegyszerűsítve. De mi célt szolgál mindez? Gondolkozunk egy picit azon, hogy
rendben van, mi végre van ugye mindez, minek lett majom, meg végén még ember is. Persze a gyomrunk is változott, de lehet úgy fölfogni az egészet, hogy a szervrendszereink azok szolgálatban vannak, azok kiszolgálnak valamit, hogy mi élni tudjunk. És az egésznek a vezérlője, az tulajdonképpen ez, amiről beszélünk, hogy ez az egész történet, amit 400 millió éve zajlik a Földön, mert ugye akkorra datálják ugye az élet első megjelenését, ez tulajdonképpen valahonnan, valahová nagyon nyílegyenesen és céltudatosan vezet. Legalábbis ezt sokan így gondolják, én úgy gondolom, hogy talán önök is. Ebben talán itt egyetértünk ezen a helyszínen, hogy ez nem véletlen műve, hogy így alakul. És a psziché összpontosulásának, most Teilhard de Chardin, francia katolikus papot és filozófus természettudóst idézem, a psziché történetének összpontosulásának is felfogható ez a 400 millió év, amit most lazán emlegetünk. Igen, hát nyilvánvalóan nem az a mai estén a célunk, hogy valamilyen végső igazságot tegyünk, hanem, ahogy itt próbáltam megfogalmazni, hogy felrázzuk sínen veszteglő gondolatainkat, és engedjük inkább repülni őket. Talán az én számból ez egy autentikusnak ítélhető mondat. Most megpróbálok visszamenni, mert még itt akartam valamit olvasni. Annyit, hogy én nem akarok itt most előadást tartani, természetesen, mert nem erre vagyok hivatott. Azért jöttem inkább, hogy beszélgessünk egy kicsit ezekről a kérdésekről. Lesznek kérdések, talán 8 olyan kérdés lesz, amit itt megpróbálunk egy picit fejtegetni, de én úgy gondolom, hogy én fel fogok tenni kérdéseket, de nem akarom én befolyásolni önöket, és nem szeretnék semmit rátukmálni az itt lévőkre, úgyhogy azt gondolom, hogy a kérdésekre a válaszokat azt önök fogják megadni. Jó? Tehát beszélgetni fogunk. Hát az első kérdésünk, ugye, ezen esünk túl hamar, hogy mióta tartunk vajon társállatokat, vagy kettelésből, mióta tartunk állatokat, te kettelésből, mit tetszene gondolni? Az előbb már ezt pedzegettük ezt a témát. Ki mondja azt, hogy ez egy vadonatúj dolog? Nem, biztos, hogy nem. Nem vadonatúj. Tehát akkor régen is volt piros masnis kis úszkárkutya a cinglik karjába, vagy nem? Egyiptom, mert már pedzegettük, hogy Egyiptom azért csak voltak macskák. Tehát valahogy új, de mégse új. Sőt, én nem tudom, egyet tetszenek-e érteni, de ugye amitől most elszakadtunk, és ami már a legtöbb ember életének nem része. Ugye házasodtuk az állatokat, ott kapirgáltak a csirkét, libát, ott volt a moci, meg kellett reggel fejni. Ugye ez a mai ember életéből általában hiányzik. Tehát azok az állatok, akik úgymond haszonállatok voltak, vagy házi állatok, azok kettelésből tartott állatnak is minősíthetők? Ki mondja azt, hogy azért igen? Ki az, akinek van olyan élménye, hogy gyerekkorában neki egy komoly érzelmi kapcsolata, kötődése alakult ki ezekkel az állatokkal? Vagy az csak ennivaló volt? Boci, malacka, tyúk, nyuszi, igen. Na igen, úgy látom most már, igen, megindultak a gondolatok, tehát valójában egy kicsit igen, tehát a házi állatok kiváltották, vagy helyettesítették ugye ezt a mai furcsa hóbortunkat is, hogy behordjuk az állatokat a lakásunkban, pusztán csak, hogy jelenlétükkel örvendeztessenek meg minket. Már itt vannak ugye az idézőjeles válaszok, ezeket gazdik adták, ezeket a válaszokat, hogy mióta tartunk állatokat kettelésből, hát amióta a kutyát magunk mellé szerítették. Ugye ez is egy, tehát nagyon régen. Ugye a kutya sok ezer éve, több ezer éve van mellettünk. Másik választadó azt mondta, hogy nem, ez csak korunknak és a társadalomnak ugye egy zavart jelző hóbortja. Ezt is értem valahol. Micsoda butaság az, hogy teli hordjuk állatokkal a lakásainkat, megkeresztően meggondolatlanul, azt se tudjuk, hogy hogyan kéne őket tartani, ahelyett, hogy családot alapítanánk, egy kis nyuszit simogatunk, ugye? Hát micsoda butaság ez. Na, menjünk tovább, mielőtt még erre végleges választ adnánk, de ki is ez a társállat? Ugye kettelésből tartott állat a társállat, ezt már nagyjából ugye mindenki érzi. A díszállat és hobbi állat, az ugyanezt fedi le, de megmondom őszintén, én nem annyira szeretem ezeket a terminusokat. A díszállatot azért nem, mert az állat úgy gondolom, hogy annál sokkal több, mint hogy dísz legyen.
És a hobbi állat az nagyjából ugyanígy van. Azt hiszem, hogy egy élő lény az nem feltétlenül a hobbi, mert a nagymama is lehetne a hobbi. Ugye nem tartunk nagymamát hobbiból. És nem beszél arról, hogy egy idegen szó, tehát ha lehet, akkor inkább magyar szavakat használjunk. Következő kérdés, nem? Már ott látszik, tessék rajta gondolkodni, mert hiszen felvetődött ez a kérdés az imént, hogy hát akkor ez a kedvelésből való állattartás, ez egyszerűen egy társadalmi zavart jelző civilizációs ártalom. Annak tekinthetjük? Ki mondja, hogy igen? Részben. Én azt hiszem, hogy egyet fogunk érteni, mert általában akkor keveredünk tévútra, hogyha egy picit is bonyolultabb kérdésre egyértelmű igennel vagy nemmel válaszolunk, hogy ezek mindig bonyolultabb dolgok, vagy általában bonyolultabb dolgok, és nem mindig tudjuk, hogy pontosan mire válaszolunk. Itt látszik ugye egy-két gazdi által megfogalmazott válasz. Azt mondja, hogy igen, civilizációs ártalom, lásd a piros masnis ölebeket, butácska szinglik lakkozott körmei között. Ugye? Nem kell magyarázat hozzá. Igen, civilizációs ártalom, divat, luxus cikk az állat. Na hát Becher Ivántól, akinek az édesapja, azt hiszem a Becher Mihály zongora művész, neki van egy könyve, a Hatlábú című, és abból van ez a részlet, hogy a falusi kutya a ház része, a városi kutya pedig a gazda része. Ugye nem kell hozzá magyarázat, tetszenek érteni, hogy miről beszélünk. Tehát valahol elvesztettük valóban a természet és az állatok közelségét, ezért vannak ugye társállataink, ezért hordjuk tele a lakásunkat többek között állatokkal. Jön a következő, a harmadik kérdésünk. Milyen előnyei, illetve hátrányai lehetnek ennek? Részben ugye ránk nézve, részben pedig az állatokra nézve, mert azért azt se felejtsük el, hogy ők is élő lények, és hát nem mindegy, hogy hogyan tartjuk őket. Hát mondjunk ugye egy-két ilyen példát. Vagy mondanak először önök? Lehet csalni, de hogyha van saját gondolat, akkor mondják bátran. Milyen előnyei és milyen hátrányai lehetnek, akár az emberre, akár az állatra nézve annak, hogy mi behúzoljuk őket a lakásainkban, és kedvelésbe tartjuk őket? Hát ha egy városi lakásban, egy előszobában tartanak kutyust, és azon a két négyzetméteren vagy másfél négyzetméteren van egész nap, szerintem nem jó az állatnak. Tetszenek hallani a választ? Igen. Így nagyon jó az észrevétel. Más gondolat ezzel kapcsolatban? Na, akkor nézzük, hogy a gazdik mit mondanak. Most egyelőre ugye nézzük az ember szempontjából. Azt mondja, hogy magányos, befelé fordult emberek vigaszai életet adnak nekik. Személyiség formáló ereje van, gondoskodásra, felelősségtudatra növeli az empátiát, a figyelmességet, az önbizalmat. Emberi értékekre tanít, írta valaki a válasz adásában. Sokat tanulhatunk tőlük, visszajelzést adnak, szinte tükröt tartanak elénk. Aztán olvassuk azt a hosszút is, nem akarom most végig fölolvasni, hogy terápiás céllal való használatuk. Az, hogy a kutya megszelídíti az embert, az bevallom őszintén tőlem származik. Fordítva szoktuk mondani, szerintem a kutya szelídíti meg az embert. Megtanítanak arra is, hogy az élet velejárója a halál, ugye? Tehát egy ilyen, hogy ezt is meg kell tanulnunk, el kell fogadnunk, ez az élet része, mert amikor elveszítjük a szüleinket, vagy ne adj Isten, akár a gyerekünket, vagy valakit, legjobb barátunkat, azt ugye meg kell tanulni a gyászt is, meg kell tanulni elfogadni, meg kell tanulni elbúcsúzni. Talán egy rövidebb élettartamra hivatott kis állat még ebben is segíthet nekünk, hogy igenis meg kell tanulni egy kutyától elszakadni, és tovább élni, és egy új kutyát tartani. Ez egy picit lecke is. Aztán, ami most jön, hát ezt mégiscsak fel fogom olvasni, pedig ott van, ne haragudjanak, de ez a vélemény egy igen kedves idős hölgynek a véleménye. Most éppen kórházban van, azt hiszem, hát nagyon-nagyon súlyos beteg, nem tudom, hogy mikor fog tudni kijönni, neki egy teknőse volt. Többek között egy teknőse is. Megnyugtat egy puha bundácska, vagy puha toldozat simogatása. Örömmel tölt el a madárcsi csergés. Az állatok megérzik, ha az ember szomorú, és a maguk módján vigaszt nyújtanak. Kiszolgáltatottak, mint a gyerekek,
és a magára maradt idős emberek. Kedvenceinknek nagy szükségük van ránk, mert nem önellátóak. Hozzájuk való kötődésünk ebben az elgépésedett világban egyre nagyobb, írja ez a természetesen magányos idős hölgy. És akkor itt már tovább lépünk, hogy kötődjünk hozzájuk. Kihez tudunk kötődni? Csak ahhoz, aki visszajelez, magyarul intelligens, vagy akár egy egérkéhez is, és ugye itt egy teknősnek a példáját vetettük föl. Ez a hölgy azt mondja, hogy nem csak, olvassák közben bátran, hogy nem csak a fejlett intelligenciájú fajok alatt alakulhat ki szoros kapcsolatunk. Mások mást mondanak, azt mondják, hogy igenis, az a nagyon jó, amikor már visszajelzés van egy élőlény részéről, akkor válik társállattá, hogyha ő is, egy, mint a kutya, ugye, vagy egy nagy papagáj, ugye, akivel szinte beszélgetni lehet, aki ért minden, éppen csak, hogy nem beszél. És aztán, amit aláhúztam, azt azért érdemes elolvasgatni. Előbbről kezdem. Életünk része lesz, akárkiről vagy akármiről van szó. A közösen eltöltött idő nagyon fontos. Minél több időt töltünk együtt, annál jobban ragaszkodunk egymáshoz. Ugye ezek, hogyha egy pszichológus hallgatná, akkor azért már lenne véleménye. Tehát azért itt egy komoly kötődés tud kialakulni állat és ember között. És most tessék figyelni. Most nem állatokról lesz szó kivételesen. Egész este nem az állatokról van szó, megsúgom. Ezért nem mindegy, hogy kivel vagy mivel töltjük az életünket. Még a gondolatok is hatnak ránk. Bizony nem mindegy, hogy bosszankodunk, gyűlölködünk-e, vagy egy szeretetteljes lény gondolata tölt el bennünket. Miki teknős gondolatban velem van, és halála után is része az életemnek, írja az előbbi hölgy, ugye neki volt ez a Miki teknőse. De azért hirtelen azok a lálatokhoz egyáltalán nem tartozó előadók jöttnek eszembe, akik tényleg osztják ezt a véleményt, hogy ugye a mi életünk azzal telik általában, hogy a napi rutint végezzük, szaladgálunk, már megint csukva van a posta, az orrom előtt becsukott, pedig itt vannak a csekkek, a szomszéd már megint veszekszik a nem tudom én mi miatt, a vonat már megint elment az orrom előtt, és akkor ugye meg közben hallgatjuk a tévébe, hogy milyen buta politikai dolgok vannak már megint, és ezzel telik el az életünk. Tehát bosszankodunk és buta dolgokkal foglalkozunk. Talán érdemes meghallgatni Miki teknős gazdáját, aki az aláhúzott pár sort üzeni nekünk. A másik vád, ugye, hogyha az alsó sort tetszik olvasni, ugye sokan mondják, és lehet is benne igazság, hogy ugye állatot tartanak gyerek helyett. Micsoda dolog ez, ahelyett, hogy a nemzet gyarapodna, ugye macskákat simogatunk. Én úgy gondolom, hogy ez a kettő nem keverhető össze, és semmiképpen nem alternatíva. Tehát ahogy valóban vigyázni kell rá, hogy ez ne következzen be, és ne állatokkal pótoljuk a családunkat, de bocsánat, de ezt a kicsit cinikus megjegyzést fűztem ide hozzá, hogy én semmiképp nem nevelnék gyereket állat helyett. Csúnyán hangzik, ugye? De bocsánat, ezt üzenem azoknak, akik azt hiszik, hogy a kedvenc állattartás csak arról szól, hogy gyerekpótlék. Mert egyáltalán nem arról, fordítva se. A kettő nem alternatíva. Az ideális család szerintem apa, anya, gyerekek és kutyák vagy egyéb állatok. Igen, hát még később ezért fogunk egy picit pedzegetni ezt a témát, fogjuk ezt a témát pedzegetni. Van-e az állatnak személyisége? Minden állat ugyanúgy viselkedik-e, aki egy fajhoz tartozik? Ugye, hát, hogyha valaha látott valaki kutyát, tehát kutya esetében egészen egyértelmű, hogy nem, ugye? De alacsonyabb fejlődési szinten lévő állatok között talán felvetődik, hogy hát igen, ugye, mint egy kis gép működik az állat, azonos fajhoz tartozik, ugyanúgy viselkedik, hiszen ez is a faj leírásához tartozik. Hát igen. Azt írja dr. Herceg Gábor, biológus, hogy minél magasabb fejlettségi szinten áll egy faj, annál kevésbé határozza meg a viselkedését a genetika. Tehát ahogy elszakadunk a gépiességtől, ugye, és ahogy egyre nagyobb teret kap
mint egy ilyen kisugárzó, hatalmas fény a fejünk körül, egy ilyen aura, ugye, ahogy az elején beszéltük, hogy az egész történet a psziché, az intelligencia története, ahogy átveszi az intelligencia a szerepet, és a genetikát übereli, felülírja, úgy egyre nagyobb szerepe lesz a viselkedés változatosságának és a személyiségnek. Eljutunk majd egészen az emberig, aki a világ történetében először dönthet saját szabad akaratából. Ez a nagy különbség köztünk és az állatok között. És hát Csányi Miklóstól, Vilmostól származik a következő idézet. A magasan szervezett idegrendszerű állatoknak igenis van egy kis személyisége. Nem olyan határtalan és befogadó, mint az emberé, de létező. Na, kinek van szüksége inkább a másikra? Most már elég jól belemerültünk ebbe a történetbe, már sok mindent megpróbáltunk megfejteni. Ki mondja azt, hogy nekünk van szükségünk kedvtelésből tartott állatokra inkább? Ők csak elszenvedik sokszor ezt, nem is tudjuk, hogy kell tartani. Fel a kezeket, ki az, aki inkább így gondolja? Akkor ki az, aki a másikra szavaz inkább, hogy hát bizony ezeknek az állatoknak szükségük van ránk. Nélkülünk már nem tudnának élni. Igen. Erre többen egyértelműen föltették a kezüket, mert ugye most nem a vadállatokról beszélünk, ugye, hanem azokról az állatokról, akik már szocializálódtak és hozzánk, a mi környezetünkben nevelkedtek. Ugye ők nem önellátóak, őnekik már szükségünk van rá. A következő idézet, egy válasz, ugye, egyébként ez az egész egy készülő könyvből van ezek a válaszok, meg a kérdések, nem sokára meg fog jelenni, az lesz a címe, hogy aki rám néz, és ez egy társállatkönyv lesz. Na, a következő gondolat az egy nagyon jól ismert és neves üzletembertől, vállalkozótól származik, aki egyébként nyuszikat tart, azt írja, hogy mellettünk nem csak az állat környezete változik meg, hanem létezésének motivációja is. A cél az, hogy jól érezzék magukat. Ehhez ránk van szükségük, de cserébe a mi életünket is sokkal szebbé teszik. Így lesz a zsákmányállatból társállat. Ez úgy nagyjából elfogadható? Igen, hát ugye ez az utolsó mondat, ez arra utal, hogy ma már nem nagyon vannak érintetlen esőerdők, érintetlen mérsékelt övi erdők, semmi nincsen. Tehát a vadállatokra is valamilyen módon vonatkozik az, hogy a mi felügyeletünk alá tartoznak, mi tartozunk felelősséggel a létezésükért, vagy nem létükért, tekintettel arra, hogy ugye megszüntettük a biológiai rendszereknek az önállóságát. Már alig van olyan része a föld golyónak, ahol ne gazdálkodnánk, ne vadgazdálkodnánk, erdőgazdálkodnánk, és a többi, és a többi. Na most ez egy elég érdekes gondolat, hogyha a legfősőbe beletetszenek olvasni. Ez megint afelé viszi itt az egész történetet, hogy mi még a szeretetet is birtokolni akarjuk. Azért tartunk állatot, azért hurcoljuk haza ezeket a szerencsétleneket, mert önző módon birtokolni akarjuk a szépséget, a szeretetet is. Hiányzik az életünkből a gyöngétség, a kapcsolat, a kommunikáció, a szeretet. Ezért néha ott szenvednek mellettünk, mert fogalmunk nincsen, hogy hogy kell tartani őket. Ugye, ahogy észrevételezte valaki egy 2 négyzetméteres lakásban mondjuk, és ugye a természetes élő, ezért szenvednek mellettünk, mert az elfajzott társadalomban a természetes élőhelyeiket is feldúltuk, és valami fura módon a lakásainkban meg behordjuk őket. Hát micsoda a fölfordult bolond világ ez. Hagytuk volna inkább békén őket ott, ahol éltek. Vagy azt mondja, hogy kölcsönösen szükségünk van egymásra, írja egy hölgy, de talán nekem jobban, és figyelem, hogy lágyabb, szelidebb és elnézőbb legyek az emberekhez. Érdekes észrevétel. Egy harmadik vélemény. Volt egy macskája ennek a kis hölgynek, és akkor arról vitatkoztunk, nagyon kötődött hozzá, hogy most akkor ez a macskának jó vagy nem jó. Szóval simán megélne nélkülem is a macska. Feltalálná magát, tudna vadászni, vigyázni magára,
És valljuk be, nem pusztulna bele az elvesztésen feletti bánatába, írja a hölgy. Macska azért ugye el lenne, nem nagyon szoros a kötődés, macska azért ugye elboldogul, hogyha úgy hozza a sorsa. Igazság szerint folytatja ugye a riportalanyom, nekem sem létfeltételem, hogy ő vagy egy másik macska mellettem legyen. Szomorú lennék, ha elveszteném, de nyilván tudnék nélküle is élni. A kérdés az, hogy hogyan jobb? Neki és nekem. Szerintem mindkettőnknek jobb, magasabb életminőséget, nagyobb boldogságot ad, ha vagyunk egymás számára. Hát igen, ugye most már egy pár dolgot felsoroltunk, ami rossz ebben az egész történetben, és ami jó. Még ugye az állatokra nézve folytathatjuk egy kicsit az állatkertek fele és a nemzeti parkok fele tágítva a kört, hogy mi az, ami számukra ebben nem annyira jó, meg mi az, ami jó. Például, amire itt utalok, az ománi és az állatkerti oryx. Az oryx, az biztos nem mindenki tudja, hogy milyen állat, az egy ilyen bovidé. Ezzel most jól megmagyaráztam, ugye? Tehát páros újupatás állat. És Ománba él, hatalmas, gyönyörű szarva, van egy ilyen védett, ritka faj. Na, szóval az ománi az 15 ezer hektáron él, és hát ugye egész nap mennie kell ahhoz, hogy azt a éppen vacsorára való fűmennyiséget megtalálja és lelegelgesse magának, hogy ne halljon éhen. Ugye a állatkerti haverja, az pedig ugye mindent megkap, van neki búvóhelye, nem kell neki annyit gyalogolnia, odahozzák, kiöntik elé a életet. Most akkor melyik, és ugye most nincs itt a két fénykép, az lenne jó, ha tetszene látni mind a két fényképet. A ománé az egy olyan szikár, izmos állat, az állatkerti meg egy kicsit ilyen bamba, kicsit kövérkés. Hát bocsánat, de ugye hirtelenjében most, akkor most teszem fel azt a kérdést, ami később lenne, hogy mit tetszene gondolni, hogy mi civilizált emberek itt Vácon, Budapesten, Európában, hogyha tennénk egy ilyen párhuzamot, összehasonlítást, mi a mesterséges környezetben, fogságban, állatkertben élő állatokhoz hasonlítunk jobban, vagy pedig a úgymond természetes élőhelyeken, a vadonba találhatókhoz. Tessék! A mesterséges az állatkertben. Aha, értem. Ez úgy látszik elég egyértelmű. Igen, hát tehát ezt a civilizációt, ezt magunknak is megteremtettük, valójában ugyanúgy ránk, állatok nélkül is, ránk vonatkoztatóan is, ugye rengeteg dolog szól mellette és ellene. Vannak civilizációs betegségek, meg egyáltalán ezekben most ne is menjünk bele, mert akkor megint elég sokáig itt leszünk. Szóval teher alatt nő a pálma. Tehát az az állat, amelyik 15 ezer hektárt kellett, hogy bejárjon a betévő falatjához, az azért úgy egy örökös éberségben, ugye figyelve, koncentrálva, keresve, egészségesen, mozogva élte az életét. A másik viszont a világon semmi baja nem volt. Bármikor jött az állatorvos, nem kellett megküzdeni a kajára, nem volt éhínség, nem kell nélkülözni, az időjárási körülmények is olyanok, búvóhely van, pihenőhely van, minden van. Jobb neki? Aha, hűha, hűha, nagyon érdekes dolgok fele megyünk. Már elhangzott az, hogy nincs szabadsága. Majd mindjárt megpróbáljuk megfogalmazni, ezek nagyon-nagyon bonyolult fogalmak, csak azt hisszük, hogy egyszerű. Mindjárt megpróbáljuk megfogalmazni, hogy mi az, hogy szeretet, mi az, hogy lélek, mi az, hogy szabadság. Azt hiszem, hogy ha ezeket megpróbáljuk megfogalmazni, akkor megint a jövő hétig itt fogunk ülni. Majd minden szónak egy külön egy órás beszélgetés kéne, hogy megpróbáljuk, hogy egyeztessük mindenkinek, hogy ki mit gondol, ha meghallja ezeket a szavakat, kifejezéseket, fogalmakat. No, igen. Egy szó mint száz, van egy nagyon-nagyon fontos hátulütője az állatok számára a mi közeli kapcsolatunknak. Ez pedig a legveszélyesebb az, hogyha felruházzuk őket emberi tulajdonságokkal. Tehát még annak a oryxnak is jobb, aki az állatkertben áldogál, vagy egy bamba oroszlánnak, aki már ott született, de a legrosszabbat akkor teszünk nekik, és figyelem nem csak nekik, hanem talán magunknak is, hogyha fölruházzuk őket emberi tulajdonságokkal.
ugye rossz, csúnya, idegen szóval ezt úgy szoktuk mondani, hogy antropomorfizáljuk őket. Majd mindjárt még egy picit megbeszéljük, hogy mi mindent tudunk elkövetni ellenük. Hát ebben a mondatban egy kicsit bonyolultabb részére utalok, hogy ugye szoktunk megnevezni például, hogy a macska az hálátlan, vagy szoktunk dicsérő szavakat mondani olyan állatoknak, akik mondjuk örökös párhűségben élnek, ugye tudva levően például a lútfélék, vagy a sasok ugye örökös párhűségben élnek. És akkor hajlamosak vagyunk azt, hogy milyen szép tőlük, ezek aztán tudják, mi az a hűség. Vagy azt mondjuk, hogy a macska az csak jön enni, aztán elfordul, a popsiját teszi felénk, és már megy is tovább, az egy hálátlan állat. Ugye hát ezekkel nagyon-nagyon vigyázni kell, mert amit ott van írva, ugye a természetben minden valaminek egy stratégia része, egy ökológiai stratégia része, ami azt jelenti, megmagyarázom ezt a fitness szót, mert itt most nem a konditeremre kell gondolni, mint fitnessre, ez egy biológiai, ökológiai szakkifejezés. A fitness az, hogy sikerességre való törekvés, vagy a faj sikeressége, ki tud jobban szaporodni, jobban megmaradni ugye a természetben az adott körülmények között. Ugye minden faj és minden egyed arra törekszik, hogy az ő fitnesse legyen a jobb. És minden egyéb dolog ennek érdekében történik, így alakulnak ki viselkedési formulák. És hát természetesen még a macskánál is, pedig ő már egy viszonylag fejlett idegrendszerű állat, ezek úgy működnek, mintha egy kis számítógépes központ lenne a fejükben. Tehát az ő pici agyuk az gépies. Mi az előbb beszéltünk róla, hogy minél fejlettebb, annál kevésbé gépies, annál kevésbé a genetike határozza meg, de azért minden állatnál alapvetően ezek kémiai transzmiterek útján, biológiai folyamatok útján gépiesen történnek. Hol van az az első nagy különbség, amikor azt mondhatjuk, hogy valaki hálátlan, vagy azt mondhatjuk, hogy valaki hűséges? Melyik az a faj, amelyiknek a képviselői először el tudják dönteni, hogy mit cselekszenek, hogy jót cselekszenek-e, vagy jó, rosszat cselekszenek? Mi az, hogy szabad akarat? Yeah. Tehát még a kutya se, még a majom se, még a delfin se, csupa nagyon okos állatokat mondok, itt van a nagy különbség, ahogy az emberré válás valójában ezt jelenti. Tehát ne antropomorfizáljuk őket, szerencsétleneket, ez a mi súlyos terhünk. És hát akkor már nem nagyon sokáig akarom rabolni a türelmüket, de már az előbb kezdtük fejtegetni ezt, hogy jó fogságban élni, és elhangzott a szabadság szó is. Ugye hát jó, itt van, hogy megfigyelhető, hogy fogságban magasabb életkort élnek meg az állatok, mert hogy igyekszünk ideális állapotokat létrehozni számukra. És akkor itt van egy egészen furcsa vélemény, azt mondja egy joghallgató 20 éves kisasszony, hogy szerintem mégse jó fogságban élni. Legalábbis vadállatnak nem. Én szívem szerint engednék minden állatot saját törvényei és sorsa szerint élni. Én sem örülnék neki, ha egy napon elvinnének magukkal az UFO-k. Még akkor sem, ha a világon mindent megadnának. Na, ehhez mit tetszenek szólni? Akkor most mégse? Érdekes, ugye? Próbáljuk meg elképzelni. Mindent megadnak nekünk, mindent. Több mindent, ami az életünkben elképzelhető, amit magunknak meg tudunk szerezni. De azért mégse szeretnénk, hogyha elvinnének egy idegen bolygóra, és ott aranykalitkába tartanának, ugye? Tehát inkább vállaljuk azt, hogy bizony vannak nehézségek, bizony vannak akár tragédiák, és bizony vannak nélkülözések, de a magunk urai szeretünk lenni. Megint valami, ami emberi. A biztonság az börtön? Tulajdonképpen igen. Most arra gondolok, hogy megint egy túlszaladás
a ragaszkodásnak, a kötődésnek, amikor ugye már nem engedjük ki ezt a kis állatot, már a szobaajtót is bezárjuk, már naponta ötször teszünk neki oda ilyen kaját, amolyan kaját, már az ablakot se nyitjuk ki, már el sem megyünk otthonról, tehát lehet ezt olyan szintre fejleszteni, hogy azt mondjuk, hogy na állj, hát akkor most bebörtönöztük az állatot? Hát akkor ő neki most jó vagy nem jó? Vagy csak nekem jó? Mert rettegek az elvesztésétől, és ezért inkább bebörtönözöm őt. Ugye ez megint egy véglet. Itt van az, amit az előbb már megbeszéltünk, mi kihez hasonlítunk jobban. Vadon élni, szabadon élni, ez a természet kegyetlen receptje. Tessék Fekete István Tüskevár című regényére gondolni, ugye, ezt mindenki ismeri. Nem eufórikus boldogság, hanem a rettegés szabadsága ez. Azt jelenti, szabad félni és szabad elpusztulni. Kell nekünk ez a szabadság? Hát mi nem vagyunk vadállatok, ugye? De egy picit azért ránk is vonatkoztatható a kérdés, és most már ugye a szabadság szót mégis megpróbáljuk körüljárni, bármennyire is lehetetlen. Mi a különbség a vadállat és a fogságban tartott állat? Mesterséges körülmények között tartott, szelíd, mondjuk inkább szakmaibb kifejezéssel, hogy kezes állat között. Vadállat a Fóti Boglárka lepke? Ki mondja, hogy igen? Vadállat? Mi a vadállat? Ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a vadállat, hát az oroszlán az nyilván vadállat. Tehát nem feltétlenül a ragadozó, a predátor a vadállat. Hát persze, hogy vadállat a Fóti Boglárka lepke is, meg az Éti csiga is vadállat, meg a Molnár fecske is. Persze, ez mind vadállat, mert nem a mi környezetünkben, nem a mi mesterséges környezetünkben él, hanem egy önmozgó, öntörvényű vadvilágban. És erről a világról beszélünk, és a Fekete István is, amikor ugye a tutajos meg akarja lőni a héját, mert ugye elvitte a kis szárcsákat, és akkor mondja neki Matula bácsi, hogy persze, hát lője csak meg. Annak is van néhány fiókája, egy ideig majd sipákolnak, aztán éhen halnak. Ugye ezt mindenki ismeri, gondolom. Tehát a természetben nem biztos, hogy nekünk bele kellene avatkozni, persze beleavatkoztunk. Tehát a szabadság az egy furcsa dolog, amikor mi magunk is úgy gondoljuk, hogy korlátozva vagyunk, hogy szeretnénk szabadon élni, hogy arra vágyunk, hogy megvalósítsuk önmagunkat, ugye ez ilyen divatos kifejezés, hogy akkor tudjuk-e, hogy mi a szabadság. Tehát amikor ebben a kis civilizált világban élünk, ahol mindent bebiztosítunk, ugye, már majdnem börtönben vagyunk, mert azt szeretjük, hogy van ilyen lakásbiztosításunk, autóbiztosításunk, vigyáznak ránk a különböző szervek, hogy ne legyen semmi bajunk, és akkor nekünk most jó, mert biztonságban vagyunk. Ugye? Nem tudom, hogy ki ismeri a Bolónak az írásait, ő szintén egy francia teológus, katolikus pap volt, azt hiszem már nem él. Ő ír erről nagyon szépen, hogy milyen hihetetlen kaland az élet, és hogy bizony el kéne felejtenünk ezt, hogy biztonságban vagyunk. Nem, egyáltalán nem vagyunk biztonságban, de ez a jó. Éppen valamelyik nap hallottam egy riportot, ilyen cirkuszi artistával készítettek egy interjút, és azt kérdezték tőle, hogy hát ez a veszély, ez az örökös veszély, ez nem rossz-e, hogy állandóan a veszélyérzetet élik meg. És azt mondta, hogy ez egyáltalán nem rossz, mert hogy ez egy örökös éberséget ad. Tehát egy örökös figyelem, egy ilyen felkészültség állapotát eredményezi, ami persze jó, mert nem bamba oroszlán lesz belőle, hanem egy állandóan figyelő ember. És ugye ő tőle is elhangzott ez a szó, hogy aki a veszélyt szereti, az az életet szereti. Chesterton. A szabadság pedig azt jelenti, igen, a vadállatnak az a legfőbb ismérve, hogy fél. Ő neki rettegnie kell, mert ez a túlélésének a záloga. Akkor is, hogyha egy ragadozó, mert akkor meg a fajtársától, a vetélytársától, a versenytársától fog rettegni, meg az egyéb körülményektől, vagy a puskás embertől, vagy a vihartól. Ő fél.
Ő neki egyetlen egy garancia a túlélésére, hogyha ő éber, hogyha figyel, hogyha veszélyt állandóan lereagálja, ő retteg. És bármikor ott van neki az a lehetőség, hogy most van vége, ma van vége. Egyébként nekünk is csak szeretjük ezt úgy szőnyeg alá seperni. Mi nekünk olyan jó, mi biztonságban vagyunk. Hát, jó, jó, nem vagyunk szabadok, de azért meg olyan jó, hogy a hatos buszra bármikor föl lehet szállni, és bármikor lehet pizzát rendelni. Szóval akkor lehet gondolkodni rajta, hogy jó vagy nem jó. A szelídülés lelki folyamat a félelemtől való elszakadás. Így lesz a vadállatból társ állat, vagy kedvtelésből tartott állat, vagy házi állat. Ugye, amikor elszakadunk végre a félelemtől, amikor az a kis állat először érzi azt a feloldódást, hogy nem kell félnem. Ez a furcsa, két lábon járó állat, ez nem akar engem bántani, sőt, tejet hozott. Na, itt kezdődik a társállat. Novoszibirszkben csináltak egy kísérletet, hogy úgy válogattak ki direkt ezüstrókákat, tehát abszolút vadon élő vadállatokat, hogy a szelídségre szelektálták őket. Tehát megfigyelték, hogy melyikek azok, akik hajlamosak könnyebben elfeledni a vadmivoltukat, és nem félni, hanem közelségét az embernek elfogadni, és akkor azokat tenyésztették tovább. És ugye az lett a végeredmény, hogy lett egy csomó rettenetesen, tehát gyakorlatilag kutyaként viselkedő ezüstróka, akik csóválták a farkukat, és hátukra fordultak, és örültek az embernek. Ugye, hát ez megint ugye egy érdekes gondolat, hogy most akkor ezzel mi jót tettünk, vagy nem tettünk jót. Tehát az állatnak ez jó, vagy nem jó? Ilyenfajta öröm létezik a vadonba? Megélhet az állat egy olyan fajta örömöt, hogy itt a gazdám. Nem. Ott csak a liturgia létezik. Végrehajtjuk a parancsot. Öröm és bánat nélkül. Gépiesen. Tehát ha úgy veszem, akkor ezzel magasabb szintre emeltük. Fejlettebb szintre kerülhetnek mellettünk pszichésen értelmileg. Megélhetik a félelem nélküliséget. A kiszolgáltatottság helyett. De próbáljuk meg elképzelni akkor most egy hátára fordult doromboló tigrist, vagy a farkát csóváló embernek örülő stresszmentes rókát. Tigris még az a tigris, amely a hátán fekve dorombol és készhez jön? Vagy a viselkedési formák hozzátartoznak a faj jellegéhez? Most megint Chestertont idézem. Megszabadíthatjuk a tigrist a ketrecétől, de ne szabadítsuk meg szegényt a csíkjaitól. Attól kezdve már nem tigris. És akkor most mi van az ezüstrókákkal? Akkor ez most jó a rókának, hogy ő örül, vagy a róka az maradjon róka? Nem tudom a választ. A választ önök tudják. Van lelke az állatnak? Mit értünk lélek alatt? Már megint ugye belekeveredtünk, most már mindjárt abba hagyom. Csak ha már itt belebonyolódtunk, mint majom a házi cérnába, akkor kénytelenek vagyunk fölvetni ezt a gondolatot is, hogy egyáltalán miről beszélünk, ugye persze sokan azt mondják, hogy hogy ne lenne, hiszen érző lények, minden állatvédelmi szervezet ugye erre hivatkozik, hogy fájdalmat tudnak érezni nem csak fizikailag, hanem ugye mentálisan is meg tudják érni. Van, aki azt mondja, hogy szó sincs róla, hogy lenne lelke az állatnak, hiszen ennek csak emberi lény lehet birtokosa. Úgyhogy itt az idő, hogy ezt megpróbáljuk megfogalmazni, hogy mit értünk lélek alatt. Mert azt hiszem, innen van a zavar, hogy nem ugyanarra gondolunk. Legtöbbször az a gyanúm, hogy lélek alatt érzelmeket értünk, ami nem feltétlenül szerencsés, mert valójában nem erről van szó. Csak a köznyelvben, nem csak a magyar nyelvben egyébként, idegen nyelvekben is nagyon-nagyon gyakran a lelket az érzelmekkel azonosítják. Az érzelmek neurohormonális szabályozás alatt vannak. Az állatoknak is vannak természetesen érzelmeik, biokémiai folyamatok az agy impulzusai alapján. De ugye, ha arra gondolunk, már pedig kénytelenek vagyunk arra gondolni, hogy mi itt mindannyian azt hiszem ezt elfogadjuk, hogy a lélek az valami teljesen más dolog, az örök.
és teljesen független, hogy nem a bal lábam az remélem, hogy örökké fog élni, meg ahogy nem a gondolataim fognak örökké élni, úgy valószínűleg nem is az érzelmeim fognak örökké élni, hogyha én ezt elhiszem, akkor a lélek az valami olyan dolog, amivel mi igen ritkán találkozunk. A magunk lelkével is. Ez lenne talán az értelme azoknak a pillanatoknak, amikor akár egy templomban, vagy bárhol az életben, amikor képesek vagyunk annyira befelé fordulni, annyira magunkra maradni, hogy hirtelen úgy érezzük, hogy nem is egyedül vagyunk, hanem egész világgal azonosulni tudunk. És valamilyen felsőbbrendű tudattal is azonosulni tudunk. Hát talán valahol itt kell a lelket keresni. És így, ebben, erre már tényleg nem képes az állat. Ugye itt már egy nagy gép, egy szakadék van köztük. És akkor talán az utolsó kérdésünk, hogy mivel magyarázhatjuk ezt a kapcsolatkeresést? Mert ezt azért valljuk be, így vagy úgy talán mindenki megélte már. Vagy úgy, hogy állatkerti kifutók üveg falán próbálunk meg kopogtatni, pedig ki van írva, hogy ne tessék kopogtatni, meg próbálunk cicegni, meg integetni, hogy hát, ha végre észrevett minket az az állat, hát, ha bele tudok nézni a szemébe, vagy hát, ha haza tudom hurcolni, adjunk neki enni, hadd simogassam meg. Ez miért van? Mit keresünk? Van valakinek gondolata? Tessék nyugodtan hangosan mondani. Hogy? Nem hallom. Kapcsolat. Ugye a világunknak egy fontos kifejezés, állandóan emlegíti a reklámokban is, hogy kapcsolat, kapcsolat. Úgy látszik, valami kapcsolatot tényleg keresünk. Állattal, emberrel, igen. Tehát, de miért keresünk a kapcsolatot? Mivel magyarázható az etetés és a simogatás kényszeres vágya? Miért igyekszünk mindennel személyes kapcsolatot kötni? Miért keresem a tigris tekintetét? Hát, ha két lélek, két távoli értelem összecsendül? A vadállat csak azt a parancsot ismeri, véd magad. Betolakodó vagyok az életébe. De létezhet olyan tigris kölyök is, aki leveti magáról a vadvilág tigris kabátját, és közel enged magához. És ránk néz. És ott már van valaki. Ettől a perctől kezdve nem vadállat. Feladta szabadságát, feladta félelmét. Fogságba esett az emberi úton. Nevezhetjük őt szelídnek, kezesnek, rabnak, vagy társnak. Hát azt hiszem, most már azért úgy nagyjából talán érezzük, hogy ennek a meglehetősen szerteágazó és bonyolult kérdésnek milyen sínei vannak, amin azért érdemes mégiscsak elindulni. Még egy érdekes gondolat, ugye már az előbb beszéltünk, emlegettük ezt a család dolgot, ugye, hogy sokan azt mondják, hogy azért vállalnak állatot bizonyos emberek, hogy ne kelljen családot alapítani, az mégiscsak mennyivel egyszerűbb. Egy nagyon kedves, szintén fiatal hölgynek, egy menedzser iskolába járó fiatal hölgynek a véleménye, ez az alsó pár mondat, amit itt el tudnak esetleg olvasni, hogy a gondozói szerepkört váltja ki belőlünk egy kedves állat látványa. Ezért keressük vele a kapcsolatot. Mi ez a gondozói szerepkör? És itt írja ugye ő, hogy sokan összemossák ugye a gyerekvállalással, mert ma kizárólag a nukleáris családot ismerjük. A nukleáris család alatt azt érti, hogy apa, anya és a gyerek. Kész. Ma ez egy család, ugye, mert egy lakásban élnek. Hol van már az, hogy már a nagyival se élünk együtt, mert Isten őrizze, hát még ketten is összeveszünk, nem, hogy még hárman, meg négyen. Hát ugye mindenki igyekszik az önálló kis életét biztosítani, és már egy kis család magok vannak, csak ezért nukleáris családnak hívják. De régen nem ez volt, ugye nem csak a szülei nevelték a gyereket, hanem sokan éltek együtt, még a szomszédok is, ugye ezek egy nagyobb egységek voltak átmosódott határokkal. És erre írja a kis hölgy, ugye, hogy nem képzelem, hogy én szültem a tengeri malacot, ám ugyanúgy felelősséget érzek érte. Tehát az, hogy valaki a gondozói szerepet vállalja,
azt ne keverjük össze azzal, hogy ő anyának érzi magát. Tehát senki nem hiszi azt, hogy tengeri malacot szült, csak valamiféle felelősségtudattal rendelkezik. És hát most elérkeztünk a tényleg az utolsó kérdéshez, amire azt hiszem erre a kérdésre most már elég egyértelmű lesz a válasz. Hogy voltak éppen mi most az állatokról beszélgetünk, vagy inkább a gazdájukról? Ugyanis minden társállatnak van egy embertársa. És azt hiszem, attól függetlenül is lehet, hogy nem feltétlenül csak az állatokról beszélgettünk mindez idáig. Ezt a következő választ, ezt egy hölgy adta, akinek étterme volt, most már nyugdíjas, egy étterem vezetője volt, amíg dolgozott. Azt írja, hogy néha figyelem őket a kertemben, ahogy átragyog a pókhálón a nap, és ők zsákmányra lesve éppen fonogatják hálójukat. Persze ezt nem nevezném kapcsolatnak, inkább elfogadásnak, megértésnek, hogy ő is egy földlakó, élőlény, mint bárki más. És akkor most egy pillanat, hogy szeretjük őket, vagy kötődünk hozzájuk? Ez ugyanaz, vagy nem feltétlenül? Kötődünk az állatokhoz, vagy szeretjük őket? Igen, hát kötődni egy tárgyhoz is tudunk, ugye? Néha egy ruhánkhoz is kötődünk, nem szeretnénk kidobni, és ezek fontos dolgok, és nem is kell kidobni. Egy tárgyhoz is tudunk kötődni, de akkor válik a dolog többé, hogyha kölcsönös ez a kötődés. És hát persze azért ne feledkezzünk el róla, az előbb már emlegettük, hogy létezik kóros kötődés is. Az is rossz, hogyha mi kötődünk kórosan az állathoz, de egyébként nagyon vigyázni kell rá, és még az állat szempontjából ma viszonylag kevésbé jártuk körbe ezt a kérdést, mert az egy másik előadás témája lehetne, hogy bizonyos állatok nagyon tudnak hozzánk kötődni, például egy papagáj, de akár a kutya is. A papagáj az azért, mert ők, ugye a sasokat meg a ludakat emlegettem, de ők is örök párkapcsolatban, párhűségben élnek. Ezért aztán, amikor elválasztják őket a papagáj társtól, és emberek közé kerülnek, csak emberek közé, akkor előbb-utóbb ők egy emberrel élik meg ezt a kapcsolatot, és annyira kötődni fognak ahhoz az egy emberhez, hogy utána, amikor az egy ember elmegy, akkor kitépkedik a saját toldukat, és meg tudják csonkítani magukat a feletti bánatukba, hogy az az ember elment. Tehát ugye erről a felelősségről is beszélünk egy kicsit, amikor azt mondjuk, hogy ha egyszer azt mondtam, hogy engedem őt közel lépni magamhoz, ugye ne felejtsük el a kis herceg alaptörténetét, attól kezdve már nincs visszaút. És hogy mit gondol a mai ember az állatokról? Most már önök egy kicsit több mindent gondolhatnak, több félét. És mit gondolunk az életről? Ennek, amikor ezt a könyvet elkezdtem írni, amiből most ugye itt szemelvényezgetünk, akkor én is úgy gondoltam, hogy nem csak a gazdik érdekelnek, és nem csak az érdekel, hogy a gazdik hogyan vélekednek az állataikról, hanem az is érdekel, hogy ezek a gazdik mit gondolnak az életről. Mert talán most már tetszenek érezni, hogy alapvetően nem is az állatokról beszélgetünk, hanem az életekről beszélgetünk. Ha pedig az életről beszélgetünk, akkor fölvetődik ez az utolsó kérdés, hogy igazából mi az értelme ennek az egésznek. És most ne válasszuk külön, persze külön fogjuk választani, de ez egy folyamat, amint az első mondatban itt talán ezt így megpróbáltuk észrevételezni, hogy nincs nagy különbség. Tehát egy ugyanolyan folyamat, ugyanannak a folyamatnak a végén, nem tudom, hogy a végéne, de most ebben a pillanatban a végén állunk, és az egész állatvilág ugyanúgy ennek a folyamatnak a része, és rajtuk keresztül vezetett az út odáig, hogy mi emberek itt lehetünk. Tehát amikor megfogalmazunk, hogy mi egy állat életének az értelme, akkor ezt mindig úgy próbáljuk megtenni, hogy benne legyen, hogy és az emberé. Hát mi az állat életének a lényege, az állat életének az értelme. Mondjanak valamit. És utána biztos vagyok benne, hogy most már még egy felolvasást is megyünk haza vacsorázni. Mi az állat életének a lényege? Mondjuk könnyítésként vegyünk egy konkrét állatot.
egy földi giliszta életének mi az értelme? Porha nyitja a földet. Zseniális. Így van. Az ő életének az a lényege, hogy túrja a földet. Ez az ő életének az értelme. Igen. Ugye egy teljesen gépies lény, ő nem gondolkodik, a kagyló nem unatkozik, a földi giliszát nincsen jobb meg rosszabb napja, a lepke nem úgy kell föl, hogy na, ma mit fogok csinálni, hanem azt csinálja, amit kell, amit a szoftverbe, az agyába beletettek, ugye? Jó, tehát akkor a földi giliszta életének gyakorlatilag ugye az az értelme, hogy ő petéket rak, és további földi gilisztákat tesz lehetővé, hogy létrejöjjenek. Ebben megegyezhetünk nagyjából, ugye? Tehát az ő életének sokkal több értelme nincsen. Hol változik ez meg? Hol mondhatjuk azt, hogy nem feltétlenül csak a gének továbbadása az élet értelme? Mert ha úgy veszük, akkor mi életünk értelme az? Annyi, mint a giliszta. Végül is a mi értelmünk érte is az, ne? Tovább dobjuk a labdát, igaz? Csak ez, vagy azért itt már valami más is van? Mert lehetne azt mondani, hogy ez a mi fő szerepünk. Erről szól a világtörténet, hogy tovább dobjuk a labdát. De csak ez, vagy valami más is? Igen, szóval amikor már fejlettebb intelligenciával bíró állatokról beszélünk, akkor azért ott már bejön egy ilyen faktor, hogy hát lehet, hogy az ő életük értelme az, hogy megélhetik a jólétet, a természetes viselkedés formáikat gyakorolni tudják, ezt így fogalmazunk meg biológiai nyelven, tehát boldogok tudnak lenni. És most nem az örömre gondolok, az kicsit más, amikor a róka csóválta a farkát és örült, hanem arra a fajta boldogságra, ami a jóléttel együtt jár, és amit biológiailag úgy fogalmazunk meg, hogy a természetes viselkedés formák megélése. Jó, tehát ez a vadállat, amikor ebben még a macska is beletőzik a macskának, hogy a dorombol, a disznónak, hogy túr, nekik ez az életük értelme, amit ha elveszünk tőlük, akkor az nem jó, és akkor megcsonkítjuk őket. Igen, most a tejjától már nem fog idézni, mert az most már nem fér bele, de akkor ebben megegyezhetünk, hogy az élet értelme alapszinten a gének továbbadása, magasabb fejlettségi szinten pedig a jólét, a boldogság megélése. Akár az, hogy csapatban vagyok, társam van, dorombolok, túrok, stb. Egyébként a jólét meghatározása az biológiailag is ugye létezik, és egy szaklapból származik a következő meghatározás, hogy a természet és viselkedési formák gyakorlásának a lehetősége, de lépjünk még egyel tovább. Magasabb szinten, és ugye itt mindig arra az érdekes dologra kell gondolni, hogy egyre több időnk lesz. Tehát ugye most már nem kell egész nap mosni, meg főzni, mert van mosógép, meg vannak ugye ezt elősegítő eszközök, hogy minél hamarabb kész legyünk, meg már a munkánkat is megkönnyítik ugye a számítógépek. Tehát elméletben ugye már rengeteg időnk kéne, hogy legyen, felszabadul az idő, folyamatosan egyre több időnk lesz, de már az ember, ahogy elkezdett eszközöket használni, az értelme kinyílt már, akkor egyre több idő lett arra, hogy ne csak a gének által diktált parancsot teljesítsük, hanem mi csináljunk. Legyen játék, legyen megismerés, teremtsünk kultúrát, legyenek művészetek, szemlélődjünk, reflexió, önátadás. Önátadás egy felsőbbrendű tudatnak, akit Istennek is nevezhetünk. Meditáció, koncentráció, imádság. Tehát lehet, hogy most így emberi szinten ezekről a dolgokról beszélhetünk, és akkor itt most már az emberi élet értelmét pedzegetjük. Még egy utolsó nagyon érdekes kísérlet. Körbe ment az újság egyébként? Nagyjából? Jó, akkor most már igyekezni kell, mert mindjárt vége. Egy másik kísérlet a Magyar Állatorvosok lapjában lehet utána olvasni, akit esetleg érdekel, azt hiszem a 2012-es számban. A szocializációs hatások, mint a zene, a napi szintű foglalkozás, az emberi kapcsolat egyértelmű viselkedés változást hozott a kísérleti patkányok életében. A szobában szabadon mozgó, illetve gyakran kézbe vett állatok
figyelem, agyának vastagabb, komplexebb lett a kéregállománya, és kiterjedtebb az idegsejtek közötti kapcsolat. Csökkent a stressz érzékenységük, kiegyensúlyozottabbá váltak, csökkent az új ingerek által kiváltott félelmük, aktívabbak lettek, és nőtt a biztonságérzekük. Tehát ez egy szaklapból, egy biológiai szaklapból való idézet. És patkányokról van szó. És kimutatható agykéreg változásról, tehát fiziológiai tényekről, nem pedig képzelgődésekről, hogy hát talán így gondoljuk, talán úgy. Csak sejthető, hogy nálunk embereknél is hasonlóképpen van ez. A kifejlődött intelligencia használata, akár egy izomcsoporté, létrehozta a kultúrát, a kíváncsiságot, a tudás iránti vágyat. A társas kapcsolat a szeretet szelíddé tesz, oldja a félelmet, és felemel egy magasabb szférába. Hát, hogy mi vezetett engem idáig, és miért kezdtem foglalkozni mindezzel, mit jelentenek számomra az állatok? Ezeket szokták kérdezni tőlem, amikor, mint tegnap a Duna TV-ben, ugye belőknek a kamerák elé, és adnak másfél percet, hogy válaszoljak. Hát most önök abban a szerencsétlen helyzetben vannak, hogy tovább is hallgathatták ezt a dolgot. Úgyhogy most, hogyha másfél percnél több állt rendelkezésemre, akkor így tudok válaszolni erre a kérdésre. Az állatok élőlénytársaink megfigyelése, létezésük mosolyt keltő csodája vezet ezen az úton. Fantasztikus kaland végignézni az élet, az intelligencia, az idegrendszer fejlődésének történelmét, mert valójában nem más ez. Az élő anyag csodája. A földigliszta ugyan testileg már egy fejlett állat, piros a vére, de azért mégiscsak egy kis gép, az élet tulajdonságaival megáldott szerkezet. A magasabb fejlettségi szinten lévő állatfajok cselekedetei még mindig gépiesek. A fejükben lévő szoftver programja fut bennük, de egyre inkább látjuk elszakadni viselkedésüket a gének által kódolt programtól, egyre több lesz bennük a szabadság, a nyitottság, már ránk néznek, és tudjuk, hogy van ott valaki. Már emlékeik vannak, hiszen az állatok is emlékek, tapasztalatok útján tanulnak. Néha már azt hinnénk, gondolkodnak, döntéseket hoznak. Csak ezen viselkedési formulák mélyén még mindig a gép vezérli a rendszert. Vigyázzunk, ne is aggassunk rájuk emberi tulajdonságokat. Őket még mindig kémiai impulzusok vezetik cselekedeteikben. Csak nekünk, embereknek adatot megválasztani jó és rossz között. Annyival vagyunk többek, hogy magunkkal cipeljük a jövő tudatának terhét. Nem csak visszafele látunk, hanem előre is. Súlyos ajándék ez. Ők viszont ártatlanok, olyanok, mint az angyalok. Öntudatlan viselői az élet csodájának. Talán ezért figyelem őket megunhatatlanul. Lesen melyik pillanatban fénylik fel az egyik tekintetben, hogy az ott te vagy, ez meg itt én. Összenézünk. Azt a kutyát, azt a lovat, de még lehetséges, hogy azt a teknőst keressük, aki társállatunk lesz. A teknős ezt talán még nem tudja szemben a kutyával, de ha különösen erős kötődés, különösen sok idő húz egymáshoz minket, még egy kevéssé kommunikatív állatot is kiemelhet szeretetünk ragyogása a semmiből. Átruházható rá? Nem tudom, de láttam ilyet. Emberi személyiségünk ólomkabáton is áthatoló ereje az, ami szétsütheti az anyag durva, évmilliókat vonszoló rétegeit, és egy teknős pillanatnyi létét is felemelheti emberi magasságba. Van valakinek esetleg kérdése? Nagyon szívesen válaszolok rá. Vagy ha maradt olyan dolog, amit úgy érez, hogy hozzáfűzne, vagy ha maradt érthetetlen fogalom, vagy olyan, ami nem jött szóba, de fontos.
Akkor fejezzük be azzal, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és meghallgattak, és remélem, hogy ha megkérdezik önöktől, hogy szeretik-e az állatokat, akkor nem fognak tudni válaszolni, mert senki nem fogja végighallgatni az egyórás előadásukat. De rá fognak mosolyogni rá az illetőre, és az önök gondolataiban végig fog pörögni sok minden, amit talán nem fognak tudni elmondani, de talán mégis. Úgyhogy zárszónak hadd olvassak föl egy mondatot az édesapámnak a közelmúltban megjelent könyvéről. Úgy látszik, ez nálunk családi vonás, mert tőle is találtam egy ide vonatkozó részletet. Az utolsó mondathoz kapcsolódik ez, hogy hát az állatok ugye ugyanúgy, mint mi a teremtés történetének szereplői, azon az úton járnak, ami hozzánk érkezik. Nem érdektelen felesleg, tévedés vagy kikerülhetetlen melléktermékei ők a teremtésnek, hanem az élet dicsőséges felmutatói. Na most veszek egy szemüveget, és akkor felolvasom azt, amit erről az apu írt, és akkor elköszönök tényleg önöktől. Körmét vagdosom egy jövendő halottnak. Már gyerekként a lehetetlennel egyezkedünk, szeretnénk testi létünket is öröknek tudni. Benépesíteni a mennyországot a föld szépségeivel, emlékekkel, érzelmekkel, álmainkkal, az erdők és tengerek fényeivel. De mindezt, mint levágott köröm, hulladék. Csak a szeretet lehet erősebb a halálnál, az időből kizuhant test nem bravúros újraélesztésben részesül majd, hanem átalakulása szent tüzében válik szellemi testi létezővé. Ez a föltámadás drága titka. És a teremtés? Szent Ferenc madarai, Pilinszki farkasa, a kedves delfinek, kutyánk vidámsága, szenvedélyeink végtelennek tetsző energiái, mélység és magasság, mind hulladék lesz, meg semmisül. Azt hiszem, megmarad az, amit szívünkben hordunk. Azt is, hogy állatok szemében tükröződünk, hogy félelmük, vadságuk lendülete átjárja a mi hozzájuk hasonló szívünket, hogy láthattuk Isten teremtményeit, e világ roppant dinamikus változatait. Nem kozmikus szemétégetés lesz a világ vége, hanem tüze a maradandó létnek, minden reményünk beteljesülése. Azt hiszem, minden együtt lesz mindenben, mert Isten nem teremt fölösleget. Minden megmarad fölfoghatatlan égi másként. Csupán a halál hull ki az örök létből. Köszönöm szépen!